Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra! A mai videóban megmutatom a Xiaomi Air Purifier 4-et, ami itt van a kezemben, és ilyen nagy doboza van, de már ki van nyitva, mint látjátok. Ez ugye egy levegőtisztító. Nem párásító, nem mobil klíma, hanem levegőtisztító. Arra való, hogyha nagyon poros a lakásod, vagy esetleg dől be a füst, amikor kinyitod az ablakot, akkor bezárod az ablakokat, és beindítod ezt, és ez szépen megtisztítja a levegőt neked. Hát azért légtisztító. Na mindegy, úgyhogy nézzük meg akkor ezt. Láss! Nagyon fontos, hogy lesz egy füstteszt. Igen, jó halljátok, füstteszt. Vettem egy füstölőt, ami elvileg eléggé füstöl, és meg fogjuk nézni, hogy mennyire szívja el. Szóval tartsatok velem mindenképp, vagy pörgessetek bele a videóba, hogyha a kicsomagolás nem érdekel, vagy a többi rész, mert a füsttesztre én nagyon kíváncsi vagyok. Komolyan? Úgyhogy akkor nézd. A kicsomagolás nagyon egyszerű, gyakorlatilag van egy nagy doboz, amit kinyitunk, és már benne is van a légtisztító. Nem nagyon lacafacáznak, ezzel nincsen darabjaira szedve, gyakorlatilag a légtisztítót kapjuk becsomagolva, illetve a hálózati adaptert, ami szintén a csomagban van. Hogyha bedugjuk ezt, akkor ugye a légtisztító egyből elkezd működni. Viszont itt még nincsen vége, mivel ez egy okos légtisztító, ugye rá is van írva, hogy smart, okos, tehát össze kell kötni a telefonnal, legalábbis érdemes összekötni a telefonnal, hogy lásd az adatait, amit mér egyrészt, másrészt tud állítgatni ugye a sebességét. Ha összekötöttük az applikációval, akkor kész is vagyunk és lehet is használni. Na, akkor itt lenne a termék, mint látjátok. Igen, egyáltalán nem nagy, látjátok a kezemhez képest, hogy mekkora, egyáltalán nem nagy, tehát nem annyira bumszli, mint az átlagos levegőtisztítók. Az is van a nevében az, hogy kompakt. A Xiaomi-nak is van sokkal nagyobb levegőtisztítója, vagy légtisztítója. Nyilván lehet, hogy az hatékonyabb, vagy nagyobb szobát felölel, bár igazából ez állítólag 40 négyzetméterig jó, de az applikációban csak az van írva, hogy 20-valamennyi, szóval 25 négyzetméteres szobát biztos, hogy áttisztít, 40-et már nem biztos, és látjátok, hogy itt ilyen rácsos, és itt gyakorlatilag beszívja a levegőt, tehát itt megy be a levegő, és akkor a tetején megy ki. Hát azt most nem látjátok, de ilyen a teteje, és gyakorlatilag itt van egy ventilátor benne, ami forog, ami eléggé nagy, tehát a ventilátor mérete akkora, mint ez a kör, és fölül pedig a kijelző, vagy az érintős felület, amit mindjárt meg fogunk nézni. Szóval így néz ki. Nos, akkor nézzük meg, ugye itt van a, mondtam, hogy érintős, ugye így kell bekapcsolni. Itt ugye van egy kijelző rajta. Látjátok, hogy zölden világít, az azt jelenti, hogy jó a levegő, ezért ugye most nagyon minimálisan nyomja a levegőt. Hát ezt látni nem látjátok, de érezni, ha fölé rakom a kezemet. De nincs hangja, tehát abszolút nincs hangja. Ide rakom a mikrofont közel. És nem tudom, mennyire hallatszik, hogy nincs hangja. Tehát jó, egy nagyon minimális van, de egyáltalán nem zavaró ez a mód még. Tehát hangtalan alapvetően a termék. Nyilván minél jobban pörög a ventilátor, annál hangosabb lesz, de így alapjáraton, hogyha a levegőt jónak ítéli, mert most jónak ítéli, mivel zöld, alapjáraton ezzel nincs gond, és akkor itt lehet a módokat állítani, van éjszakai mód, ilyenkor nagyon minimálisan pörög a ventilátor, és hát minimálisabban is szűr, viszont nem kell föl, tehát nem hangos. És van a szívecske, az az előre beállított mód, amit az applikációba állítottam be. Ez maximum, majdnem, vagy a maximum közeli ráállítottam, és itt már azért van hangja, de közel rakom a mikrofont, és halljátok is. Igen, itt már, ez már azért zavaró. Tehát itt éjszaka, én ezzel nem lennék már kibékülve, azért, mert nem szeretem az zajokat. De jól nyomja nagyon, tehát ilyenkor nagyon érezni, hogy nyomja a levegőt, és hallani is egyébként a hangját. Ugye van rajta egy fényerőállító, ki lehet kapcsolni a kijelzőt, hogy ne zavarjon éjszaka. Tehát ez ennyi. És gyakorlatilag ennyi a kütyű, mármint egy kézi vezérlési módba. Nagyon jó érzés egyébként, hogy nyomja ki a levegőt, nagyon jó érzés, és megtisztított levegőt nyomja fölfele, és oldalt szívja be, amit elmondtam. Na most, amit akartam mutatni még az alján, az a levegőszűrő, amit cserélgetni kell fél évente, illetve írja az applikáció, az itt van gyakorlatilag, tehát levesszük, és ez a levegőszűrő, amit néha cserélgetni kell, az enyém még egész jó állapotban van, mint látjátok, egész, hát még nem szürke. Kiszűri a pollent, ez nagyon fontos, tehát aki pollen allergiás, annak jó lehet, a port, a füstöt, a tűz hamuját, a háziállatok szagát, a háziállatok szőrét, ugye, például a macskák, háziállatok hámsejtjeit és az egyéb szagokat,
Tehát nem csak a port szűri ki, hanem a szagokat is. És én is kipróbáltam ezt egyébként, hogy sütöttem valami hát nem túl illatos dolgot, és bekapcsoltam, és valóban elszívja. Jó, hát nyilván nem olyan, mint egy szagelszívó, de valamennyire csökkentette a bűzt a lakásba. Ez a zöld színű Xiaomi applikáció tartozik, vagy Xiaomi Home nevezetű applikáció tartozik hozzá, ugye ezzel kell összepárosítani. És ha belépünk, már látjuk, hogy itt meg is jelent. A párosításról egyébként, hát nem nehéz, a Hogyan kell című csatornán van videóm is, és gyakorlatilag itt írja is, hogy excellent, tehát nagyon jó a levegő minőség. És azért megy minimumon itt nálam, mert azt írja, vagy azt érzi, hogy excellent a minőség. Ez nem volt mindig így, mert amikor leraktam és bekapcsoltam, akkor azt írta ki, hogy poor, tehát hogy rossz a levegő, sőt azt írta ki, hogy unhealthy, egészségtelen, amikor legelőször bekapcsoltam. Úgyhogy valószínű, hogy tényleg poros volt a lakás, csak már elszívtam, megtisztította, és azóta fenntartja ezt az excellent módot, azért bekapcsolom naponta egy órára, de mindig azt írja, hogy excellent. Szóval lehet, hogy csak heti egyszer kéne bekapcsolni. Minden esetre itt be lehet állítani egyébként a módokat. Tehát itt a manuális látjátok a szívecskébe, és maximumon van, 16-tól 27 négyzetméter megtisztítására alkalmas ez. Ugye mondtam, hogy hivatalosan 48 négyzetméter, de itt meg 27-et ír, úgyhogy ez egy ellentmondás. Na mindegy, de itt tudod állítgatni a sebességét, és nem tudom mennyire hallatszik vagy nem, hogy leveszi, és akkor manuálisan is át tud tisztítatni vele a levegőt. Egyszerűen, hogyha ugye felhúzod a csúszkát rajta, és akkor egyből nyomja is a levegőt. De automatán érdemes használni, mert akkor ugye nézi, hogy mennyire poros a levegő, most excellent. Egyébként az applikációban van ugye a filter milyen állapotban, van a 100%-os, ugye be lehet állítani a fényerőt itt is, amit ugye ezzel a gombbal is be lehet. Van child lock, tehát hogy gyerekzár rajta. Van hangja a kütyűnek, hát én ezt kikapcsoltam, mert marha hangos, tehát ezt kikapcsoltam. És akkor ennyi az applikáció, illetve frissíteni is lehet, tehát firmware-t is lehet rajta frissíteni. Na most ami brutál jó, hogy mobilneten is működik. Tehát, hogyha kikapcsolom most itt a Wi-Fi-t, látjátok, hogy ráment 5G-re. Tudom, kapcsolgat, látjátok? Átraktam szívecskére, és ő is átrakta magát szívecskére. És nem vagyok már Wi-Fi-n. Ezen nagyon meglepődtem, az okos eszközeim általában úgy működnek, hogyha a Wi-Fi-n rajta vagyok, akkor működik, de ez nem. Ez nem, ez 5G-n is, tehát távolról is be tudod kapcsolni. Na, úgyhogy jön a teszt, mint látjátok itt már végig is két Dragon Blood, mutatom nektek. Dragon Blood, amit a teszt miatt vettem egyébként. Állítólag ugye ez jó kis füstölő, mármint egy jó füstöl. És látjátok, hogy itt már füstöl is, tehát megnézzük, hogy mennyire szívja el, mennyire nem. Ugye itt is látszik, hogy füstöl eléggé jól, de talán ez jobban látszik. Illetve egy gyertyát elfújok, és akkor annak a füstjét is, hogy beszívja-e. Hát remélem látszani fog valamennyire, de akkor most nézzük. Elfújtam a gyertyát, benyomom, és nézzétek csak, már piros lett. Tehát piros színű lett, és hoppá, hoppá. Hogy beszívja a füstöt? Itt nem is, de itt. Nézzétek meg. Hogy beszívja a füstöt? Wow! Hát akkor működik, gyerekek. Nem meglepő. Hoppá, nézzétek, nézzétek. De jól látszik. Elnézést kiabálok, de ilyet még életemben nem láttam. A tesztet most csinálom először. És gyönyörűen kijön az, hogy mennyire jól működik. Olyan, mintha még itt is szívná föl egyébként. Gyönyörűen szívja be, ugye itt a... Hát itt oldalt is, hát oldalt szívja be gyakorlatilag. De látszik, hogy a füst arra is irányul, tehát arra megy. Itt pedig... Hát szintén erre megy, és akkor így valahogy hát elszívja. Aha. És látjátok, az előbb zöld volt, most pedig piros. Tehát piros színű. Itt látszik talán legjobban, hogy szívja el a füstöt, és piros színű. Nézzük meg az applikációba, hogy mit ír, tehát hogy milyen a levegő minősége, nagyon kíváncsi vagyok rá. És itt van, azt mondja hazardous, hát ezt nem is tudom, hogy kell ejteni. De ezt írja, hát biztos, hogy nagyon rossz. Nézzük meg, hogy mennyi mikrométer. 366, Jézusom! Ilyet még nem is láttam, tehát 360, tehát nagyon rossz a levegő minősége. Hát nyilván mellette gyújtottam meg. De látjátok, hogy szívja be? Na ez nagyon jó. Tehát ez az értelme, hogyha egy mondatba össze kéne foglalni, vagy egy képbe, vagy videóba. Ez az értelme ezeknek az eszközöknek.
És szépen látjátok, már nem excellent, hanem hazardous, ilyet életben nem láttam. Tehát, hogy nagyon rossz a minőség, ez azt jelenti. És automatán van, de megy 1000-rel. Úgyhogy gyakorlatilag ezeknek ez az értelme. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Szerintem a képek magukért beszéltek. Nagyon brutál volt, ahogy mindkét oldalról a füst belement és elszívta. Fölül pedig nyilván nem füstöt, hanem levegőt fújt ki. Szóval ez nagyon-nagyon jó volt. Kicsit olyan, mint egy láthatatlan segítő, aki így elszívja a porokat, amiket nem lát szabad szemmel, és valahogy érzésre jobb a levegő. Szóval egy hete használjuk, és tényleg érzésre tisztább a levegő. Tehát mondhatnánk, hogy ez egy placebo, amit nem tudok, de tényleg úgy érzem, hogy jobb a levegő. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy be tudtam így mutatni, hogy működik és milyen. Nekem bevált, és találkozunk a következő videóban. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a tesztet. Sziasztok!